Ez az az autó, amivel Kis Varga Attila és Osváth Gábor január 12-én elindult Budapestről, hogy részt vegyen a 15 napos Bamako rallin. A fiúk már nem először vágtak neki a nem mindennapi útnak, ám idén jóval felülmúlták 2005-ös teljesítményüket. Összesen 140 csapat indult, abban 40 verseny kategóriába, és ebből a 7. helyezést értük el. És jövő évet meg meglátjuk. Az idei év az már annyira nem volt furcsa, mint a tavalyi, mert ugye már tavaly láttuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy nagyjából volt róla fogalmunk. Tavalyi év az érdekesebb volt abban a szempontból, hogy mindenhol teljesen ismeretlen dolgok voltak. Az idei évben meg már azért tudtuk, hogy hol mit várhatunk. A versenyzők a 2 hét alatt számos országon haladtak át. Ausztria, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Marokkó, Mauritánia és Mali volt a 2008-as rally útvonala. A legnehezebb távnak a sivatagi szakasz bizonyult, ahol egyszerűen elfogyott az út. Itt fordultak vissza a legtöbben és adták fel a versenyt. A verseny az úgy megy, hogy vannak pontok, amiket minden nap el kell érni, amit minden reggel megkapjuk a munkalapot. Ott megvan rajta a GPS koordinát, hogy milyen pontokat kell elérjünk, és azokat a pontokat megkeressük. Ott vannak feladatok, amiket meg kell oldani, be kell írni a munkalapra, és minél több ilyen pontot el kell érni minden nap. Meg van határozva, hogy hány óráig kell beérni este. Tehát ha abból az időből kikésünk, akkor veszítünk 5 pontot ezáltal, és általában minden feladatért 5 pontot kapunk, amit elérünk, és ezzel van eldöntve, tehát hogy ki a jobb, hogy ki mennyi feladatot tud megoldani az út során. Igazából Zagorát, amikor átmentünk a kősivatagban, az volt nehéz, meg volt egy Tijikja Kifa szakasz, ahol végig sivatagba mentünk, és az egész nap az elég komoly terepen ment végig, tehát az a 2 nap, ami igazán nehéz volt. Tehát még 1 nap volt, amikor átmentünk az Atlasz-hegységen, az maga önmagában nem volt nehéz, csak nagyon köves, meg rázós volt az út, tehát az azért volt csak rossz. A kocsi az teljes mértékig bevált, hibátlanul ment végig, tehát semmi problémánk nem volt vele. Vannak dolgok, amiket jövőre, hogyha elindulunk, akkor át kell rajta alakítani, ami nem teljesen tökéletesen működött. Defektünk nem volt egy se, tehát igazából műszakilag minden rendben volt nálunk. A fiúk összesítésben a 40 versenycsapatból a 7. helyezést érték el, amire nagyon büszkék, és azt mondják, ha lehetőségek adottak lesznek, jövőre is mindenképpen nekivágnak a távnak. Attilán és Gáboron kívül azonban másra is büszkék lehetünk, Werner László ugyanis az országban egyedüliként teherautóval vágott neki a 9400 kilométeres távnak. Úgy döntöttem el, hogy nagy autó lesz, tehát a kis autót azt nem láttam benne fantáziát, vagy hogy mekkora nagy buli lesz, elmenni kis autóval, és úgy gondoltam, hogy csinálunk egy nagyot, akkor miért ne legyen már nagy, és ha már nagy, akkor miért ne legyen ifa, úgyis mindenki azt fogja mondani, hogy őrült az, aki ifával megy Afrikába, és akkor bebizonyítottuk az ellenkezőjét, hogy el lehet menni Afrikába ifával, és haza is lehet jönni vele. Mondjuk az autónak az elég nagy kihívás volt, úgy érzem, ezt a versenyt megtenni. Én nem verseny kategóriába mentem, én a szervezőkkel voltam egy csapatba, és végül is a segélyek célba juttatása volt a fő csapás irány, meg az, hogy aki bajban van, azon segítsünk. És akkor így végül is akiken jobban kellett foglalkozzak, az a 8-as busz volt, meg hát aki megkért végül is, azon segítettünk, megpróbáltuk megoldani a problémáját, húzgálni a homokban, meg stb. Ásni egy kicsit. Ez egy teljesen egy széria autó, csak minden új benne. Tehát minden alkatrész újra lett kicserélve, újra lett építve, szinte egy 0 kilométeres autó volt, amivel elindultunk. Egy műhelykocsi, ami annyiban másabb, hogy a belső része lakható. Tehát 3 személynek van ágy, szekrény, fürdő, hogy elférjen. És akkor még mellette van egy kis rész a satupad műhely, hogyha javítani kell valamit, akkor legyen rá lehetőség. A lakhelyet, ahogy a versenyző fogalmazott, mi is megnéztük. Werner László most éppen a megcsappant élelmiszer készletet mutatja, amiből azért maradt még egy kicsi. Itt a 3-at,
Mondjuk a felső ágyos gyerek az reklamált az ágy méreteiből, de mondtam, hogy a negatív hozzáállás nem hozzáállás, és én már csak nem fogok aludni. Az egész versenyre szívesen emlékszek vissza, mert teljesen jó hangulatba telt el. Az a srác, aki velem volt konkrétan, tehát elég jó egymásra találtunk, buli volt végig az egész, tehát nem, nincs olyan, ami kiemelnék, hogy akkor ez most rossz volt, vagy ez nem tetszett ebbe a versenybe. Végig jól éreztük magunkat, kellemes volt. Sütöttünk, főztünk, ettünk, ittunk. Az első visszajelzés az szerintem az volt, úristen, ifállóan elindul, elindult ez az ember. És akkor, hát ugye a harmadik, negyedik nap akkor már látszott az embereken, hogy kezdik komolyabban venni az autót, és Afrikában, amikor ott a homokban mindenki csak ásott, meg próbálkozott a menetellel, akkor mi meg csak elkocsikáztunk. Tehát ott már nagyon jó visszhangja volt az autónak. Mi volt a célok? Jövőre Bamako.